a kártyákban mit üzennek nektek? A kártyák, megnézzük a lélektársadat, az ikellángodat, mit érez, mit gondol, és mi a legközelebbi lépése. Nézzünk bele, hogy mire is gondol. Mire is gondol, igen. Mit érez? Veled kapcsolatban, igen. És hogy alakul ez a többi tovább? Hát jócskán kiesett kártya. Azt a... Igen. Na. És hogy fog ez tovább alakulni? Mit is gondol, hogy is alakul ez az egész itt közöttetek? Na, nézzük csak. Hát, nagyon szuper. Na, most nézzük meg a te oldaladat. Igen. A szerelmi tükröt, azt a kiesett a szerelmi tükör, igen, kiesett. Igen, kiesett itt, de nagyon sok kártya kiesett, hogy mondjuk a te oldaladat, és hogy alakul ez tovább. Igen, hogy alakul ez tovább? Igen. Na, nagyon jó. Hát azt látom, itt ez a te lélektársad, igen. Úgy látom, itt van nálam még ez a mély lelki érzések, itt vannak, igen, és gondolatban. Úgy látom tényleg, hogy ideges, szeretne egy új kezdetet, nyilvánossággal szeretne veled lenni, szóval ez nagyon fontos lenne neki. És a szívében még mindig határozatlan, még mindig itt az állarc, még mindig itt a maszk, úgy érzem. És én úgy érzem szintén, hogy ez a határozatlanság is, és én úgy érzem tényleg, itt úgy érzem tényleg, hogy ő a szívében nagyon gondol rád, igen, érez, és szeretne egy komoly kapcsolat, meg figyel, meg ide itt van, tényleg még itt van ez a, itt van valójában ez a kígyó a szívében, és ez azt jelenti, hogy annyira sok nehézségei vannak, annyira sok itten minden nála, szóval ezt el kell neki még engedni, ez, szerintem ez ilyen karmikus dolog, amit ő érez most itten a szívében, ez nem a tiéd, honnan? Nézzük, hogy is fog ez tovább alakulni. Hát ő téged itt ilyen nagyon vonzó nőként lát, szerencsével, vonzó energiával, és azt látom tényleg, hogy itt van még a, hogy itt van még tényleg a, miért mondjam, az új kezdet, és itt van még tényleg az is, hogy szeretné tényleg, hogy ez beteljesüljön, de lehet, hogy már lekésett, igen? Nézzük meg a másik oldalát ennek a képnek. Hát én azt látom itten, hogy nálad vannak sérelmek is, de ilyen hirtelen változások is. Lehet, hogy hirtelen elvágtál valamit, vagy lehet, hogy hirtelen elengedtél valamit. És azt látom tényleg gondolatban, hogy gondolsz te is arra, hogy megtaláld a nyitját, hogy is tudod ezt a szerelmet élni, valójában tényleg ilyen döntés képtelenséget érzel, úgy látom.
És a szívedben nálad van a kulcs, azt is tudod nézni, a dupla kulcs van gondolatban, és nálad van a megoldás, és a szívedben is nálad van a megoldás, és én úgy látom tényleg, hogy, úgy látom tényleg itten, hogy hát nálad is a gondolataid változnak, meg figyeled magadat, azt veszem észre, hogy itt van neked a szívedben, de szerintem máshogy, mély érzések vannak itten, a vonzó energia itt van még közöttetek, a vágy, szóval vágysz te egy komoly kapcsolatra, de nem így, és nyilvánosan, na ez van itt a szívedben, szóval ebben biztos vagyok. És hogy fog ez tovább alakulni? Hát nálad itten vannak még elég sok blokkok, úgy látom a családi oldalon, és én azt látom tényleg itten, tényleg, hogy itt meg kell, hogy gyógyuljon, hogy kijöjj ebből a határozatlanságból. Hát most megnézzük azt is, hogy ő mit érezte irántad, esetleg te mit érzel ő irántad. No, koncentráljatok. Hát ő téged titokba figyel, hát most mi hasznod van a titokból? Hát semmi. Mi hasznod van a titokból? És én úgy látom, hogy ő csak téged titokba nézeget, hát nézegessen, de itt van közöttetek a siker, de azt kell, hogy elhidd, hogy higgyél benne, és minden egy nagyon jó irányba fog, egy nagyon jó irányba fog az egész fordulni. Neked a bőség itt van, a szabadság, teljesen szabad vagy, és nem tud téged semmi visszatartani, és ez egy nagyon-nagyon pozitív energia, és remélem, hogy ezt el tudod így fogadni, hogy magadra koncentrálj, ha bár vannak itt blokkok, oldd fel a blokkokat, szívesen kísérlek tényleg egy személyes egyéni kirakással, vagy pedig egy coachinggal, egyéni fejlődéssel, jelenkezz, magyarul is lehetséges, és teljesen vannak sokan, akik külföldön élnek is, magyarul is coacholom őket, szívesen várlak benneteket, sok szeretettel, köszönöm nektek, sziasztok!